A szívünk félénk, különösen, hogyha volt tapasztalatunk az emberek megalázásában, ahogy az emberek megaláztak vagy megszégyenítettek, azok nyilvánvalóan sérelmeket, sebeket okoznak a szívben, és ez a, ennek következtében a szív gyengévé válik. És ezt úgy lehet csak orvosolni, elmegyek persze a pszichológushoz, meg fogja állapítani a diagnózust, de nem tud rajta segíteni. Mert nem könnyű a szívből kiszedni a sérüléseket a szívből a sérüléseket a szellemi látást tudja kivenni, hogy keresed az Urat, és a Szentlélek kinyitja a szellemednek a látó, halló, felfogó képességeidet, az intuitív képességeket, és egyre jobban képes leszel ezáltal megragadni a láthatatlant. És utána az életednek a súlypontját a természetesből áthelyezed a természet fölöttire, és ennek következtében a szívednek lesz egy úgymond kősziklája, stabilitása. Érted? Akkor is bombáznak, de nagyon gyorsan le tudod dobni a szívedről, lerázni a sértettséget, a szégyent, a megaláztatást. Egyszerűen nem lehet, értsd meg, sérelem nélkül, különösen egy keresztény, nem tudja leélni a földi életet. Nem létezik, hogy ne legyen, ne érne megaláztatás.